A szokatlanul hideg januári időjárás a szőlőültetvényeket sem kímélte. Egyes szakemberek szerint a fagyok nem befolyásolják az idei termést, és szőlőből sem lesz kevesebb. Az idei tél rég nem látott mínuszokat hozott magával. Szerencsén is volt olyan nap, amikor mínusz 19 fokot mutattak a hőmérők. Az elmúlt hetekben még mindig voltak olyan éjszakák, amikor megközelítőleg fagypont alá süllyedt a hőmérséklet. A koratavaszi fagy jelentős károkat okozhat a szőlőültetvényekben, kifejezetten rügyfakadás idején, ami körülbelül 10 és 13 fok között indul meg. Ha az időjárás újra fagypont alá csökken, a rügyek elhalhatnak, s ezáltal kevesebb lehet a termés. Az országban a januári hidegben átlagosan a rügyeknek csaknem 20-30%-a fagyott el. A kevesebb szőlő kevesebb bort is eredményez, ami akár drágulást is okozhat a piacon. Azonban Tokaj hegyalján a kedvezőbb területi adottságoknak megfelelően jobb a helyzet, mint az ország többi területein. Alsóbb részeken, ahol mondhatom, hogy ilyen aljterületeken, fagyzugos területeken akár 30%-os is lehet a fagykár, de összességében a borvidéken azt mondhatom, hogy ilyen 10%-os a fagykár. Azt mondom, hogy nem kell aggódni, mert ez a kisebb rész, ez esetleg be tudható terméskorlátozásnak is, de hogyha a gazdák úgy gondolják, hogy itt van megoldás erre, én azt javaslom, hogy egy szemmel vagy két szemmel esetleg érdemes többet hagyni, és hogyha még sincs fagykár a területen, akkor ezt majd zöld munkával ezt ki lehet majd szedni, ezeket a hajtásokat. A szakemberek szerint tehát van megoldás, és nem kell aggódni, hogy idén rosszabb minőségű lesz a helyi bor, vagy éppen kevesebb fog teremni szőlőből.